ezt a részt csinálta, erre rúgott rá. 2019 nyarán készítettük ezeket a felvételeket, akkor a bonyhádi férfi mindenféle előjel nélkül törni-zúzni kezdett a szekszárdi Béri Balog Ádám utcában. Autókat és egy motort rongált meg, majd egy buszmegálló ablakát is betörte. A városnak a központja fele haladt, és ott még egy jó pár autót, egy 7-8-at valahogy így elintézett. Az egyik szemtanú szerint rémisztő volt, amit a bódult állapotban őrjöngő fiatal művelt. Nem mertem hozzá menni, mert hogy... Hogy mondjam, hát féltem tőle. Nagyon nagy ereje volt. Az még fura volt, egy hangot nem adott ki, csak szuszogott. A férfi azóta sem hagyott fel a bűncselekmények elkövetésével. 4 éve több millió forint kárt okozott, most pedig ismét rendőrkézre került, ezúttal lopások miatt. Az első alkalommal novemberben történt a bűncselekmény, amikor egy helyi férfi tett bejelentést, hogy egy telephelyen tárolt autójából különböző alkatrészeket lopott el idegen személy, majd ezeket elvitte magával. Kollégáim azonnal nyomozásba kezdtek, és rövid időn belül a helyi mélytelepen megtalálták az autó alkatrészeit, és az is kiderült, hogy az alkatrészeket kiadta le. De az is előfordult, hogy a korábban Szekszárdon őrjöngő bonyhádi férfi parkoló autókból lopott, sőt volt, hogy a korábbi barátnője ellen követett el bűncselekményt. Volt élettársával különbözött össze, emiatt külön költözött, és a hölgy lakásába akar bejutni, ordítozva részegen, illetve tört szúzott is az ingatlanban, amelynek következtében a bíróság vele szemben távoltartást is elrendelt. Januárban megkezdődtek a vagyon elleni bűncselekmények, amikor a férfi legalább 5 alkalommal különböző helyi üzletekből, illetve egy autóból lopott el készpénzt. A legutolsó alkalom pedig most február 21-én történt, amikor az egyik helyi áruházból több tucatnyi édességet akart a férfi ellopni. Ekkor viszont a biztonságőr feltartóztatta, a helyszínre érkező egyenruhások pedig elfogták. Mivel a bűnlajstroma az elmúlt években folyamatosan gyarapodott, nem is engedték szabadon. Csütörtökön a bíróság úgy döntött, letartóztatják, amíg jogerős ítéletet nem hirdetnek az ügyeiben.